2-0 a szöglet aránya a vendégeknek. Ez is a rövid idejön, ez sikerül megcsúsztatni. És... egyből Skoljarić, felborítják, mehet tovább. Előny szabályt adott a játékvezető, Lesziák. Kosta, nála maradt, gyönyörű a csel, Kosta! A magasabb célokat nem is fognak kitűzni a vezetők. Skribek beadása azonnal veszélyhelyzetet teremt, és Kosta közé húzódik, és ezáltal egyébként ott van a terület, Lesziák előtt érkezik is a labda. Jön a beadás, Lesziák. Egy az egyet próbálja Botkával szemben, Lesziák. Jól teszi, középre gól! Kosta Márk fejesével 2-0-ra vezet az Alex. Miért te tennénk, főleg, hogy van idő elmondani. A két csapat az előző 28 mérkőzésén nem játszott egymás ellen döntetlent. Ez a csel pedig jó, érkeznek ketten is középen, ott a hosszú helyzet, gól! A vezet... eladott labda, Babati mehet. Ott van mellette Kosta, balján pedig jön Tajti. Babati, ez sárga lap lesz majd utólag szinte egészen biztos Mezeinek. Babati, Tajti aztán. Jó a beívelés, Kosta feje, gól! Ön passzokkal Tajtinál és Kribeknél is, Serafimov. Hát itt azért a végére az történt, amit a Zalaegerszeg szeretett volna ezen a mérkőzésen. Kosta még, Kosta gól helyzetben, ott a negyedik. Halilovic, jó a csel, Makot hagyja ott, Mitrovic mögötte, ez sem rossz, Borukov gól, egyenlít. Jurina nem rúgja el, most megpróbálja megjátszani, ez lett a veszte, Skribek lopta le a lábáról, Sankovic, Skribek megint, ketten vele szemben, egy kötény Farkasnak, Skribek még, aztán a beadás, ott a fejes gól. Nyergényi. Valtán Robert vonal mellől mutatja, gyerünk, gyerünk, menjetek előre. Lecsorgó labda, Kosta fejesét követően. Aztán jön az újabb íveli, és ott a helyzet, 3-3, Kosta a gól. Labdaszerzés, nem az első, és nem is a második zalai részről. Egy nagy lövés, megpattan, 2-0, megint Kosta. Szóval lehet ez egy olyan találkozó is az egerszegieknek, hogy amolyan minden mindegy alapon mindenféle kockázat nélkül futballozhatnak. Futács jól fordul le és vezetheti rá Maiera. Futács, az nagy passz Kostának, Kosta helyzetben, Kosta, gól! Kati végezte egy gyorsan a bedobást, Szántó. Ez a passz, így nem van a jé, mert hogy bent ragadt. Az milyen megoldás, te atya úristen! Kosta már köszöni szépen! Másfél perc még a hátra lévő idő. Kosta! Spoljaricske! Ott most az Zalaegerszeg, hogy ebben azért az is benne van, hogy egy kontrával elszaladnak a mezőkövesdiek, de nézzük most Kostát, mellel lekészíti ott a... Első fél időben a mezőkövesdel, hogyha tud így játszani. Bár most Kosta révén jön egy passz be középre, és eldőlhet a meccs, és... Felhős lett az ég, és jóval hűvösebb, a szél is feltámad. Mesek közben a labdával, jó váltás, Mesek lövi el! Serafimov viszont meglódult, egy szép labda. Beadás Skribeknek, jó lehet, Kosta Skribeknek vissza, és mellé! Halilovic. Szépen hozza ki, Halilovic, a passz is jó, Kosta. Nem volt lesen, Kosta begurítja a helyzet, Tajti és egy óriás! Skribek! És egy Boyer Gábor, hogy nekik 8 döntő van még hátra. Utalva a mérkőzésekre, ebből egy, ez lesz. Ebből... Kosta gyorsít rá, és kapja vissza Futácsról, aztán megint Futács, már mellé! Balázs! Még az is jó! A csel összejön! Aztán Simon! Tajti szögletét, 32. perc. Ez is jól jön középre. És... Tajti el tudja hozni, és teszi azonnal a bal oldalra Bedi Bencének. Jön a beadás, ott az érkező ember! És... Miért mondtam el? Puszti. Ott a beadás, és... Az Ete Zimonyi szépe és szántó góljaival.
veszélyesen jön középre, ott a fejes! Ugyanis a második hazai szöglet, Skribek teker, nem is rosszul! Szép-szép, és jó a labdatartás is, egészen mostanáig, csak tapottat nem mentek előre felcsutiak ezzel, most viszont mehet Costa. És írom is tökni. Costa elő lesz. Ez a tétel már akkor is igaz volt, de közben nézzük Tajti labda szerzését, mert sikerült tovább tenni a labdát. Sikerült megcsúsztatni Mesák felé. Costa. Visszasarkazza a labdát. Tajti. Csak utána meg rosszul játsszák meg a kényszerítőzést. Costa. Tajti. Mesák kapja. Ismét labdát veszít a Fehérvár.